A kereszteződésben mindenhol az összetörött személyautó darabjai hevertek, tőlük néhány méterre pedig a balesetet okozó kis busz látható. A képeket a rendőrök készítették 2017. november 8-án a 6-os út Fácánkerti elágazójánál. A személyautóban hárman utaztak, közülük a legfiatalabb férfi egy ismert Tolna megyei focista a helyszínen meghalt. Halálának közvetlen oka a háti gerinc halántörése, a következményes gerincről összeakadás okozta heveny lébresztés és sok volt. A sérülések és a halálos eredmények között közvetlen okozati összefüggés állapítható meg. A balesetet a menetrend szerint közlekedő buszt vezető hivatásos sofőr figyelmetlensége okozta. Mielőtt a főútra kikanyarodott, nem állt meg a stop táblánál, ezért csapódott bele a szakértő szerint szabályosan 90-nel haladó autó. A buszsofőrje most elismerte a bűnösségét. A vád állításait elfogadja-e? A bíró ezután elvileg már most ítéletet hirdetett volna a halálos kimenetelű közúti baleset okozásának vétségével vádolt férfi ellen, ám a vádirat nem tért arra ki, hogy a balesetben a személyautó két másik utasa is súlyosan megsérült, közülük az egyik utasnak pedig lebénult a keze. Emiatt az ítélet hirdetés előtt be kell szerezni az ezzel kapcsolatos orvosszakértői véleményt is.